Augusztus végétől folyamatosan emelkedik a koronavírus fertőzöttek száma az egész világon. A járvány második hulláma Magyarországra is megérkezett. A koronavírus terjedése miatt összhangban a kormányzat által hozott kötelező intézkedésekkel a református egyház is az ajánlott szabályok betartását kéri. Nagy tiszteletű konstibor Esperes elmondta, hogy a templomokban, az istentiszteleteken is kötelező a maszkviselés, és a bejáratoknál kihelyezett kézfertőtlenítők használata is kötelező. Az istentiszteleteinket lehet látogatni, ez egy nagyon fontos dolog. Természetesen betartjuk az egészségügyi szabályokat, megvan a saját szabályrendeletünk, ezt mi mind közegyházilag, mind pedig a gyülekezetünk számára megalkottuk. Ez annyiban változott, hogy amikor ezt még március folyamán először meg kellett alkotni, akkor jóval erősebb szabályok voltak érvényben. A gyülekezeti alkalmaknál természetesen a távolságtartási szabályokat betartjuk, ez azt jelenti, hogy 1,5 méteres távolságot mindenkinek be kell tartani. Kötelező a maszk viselése, és természetesen mind a kézfertőtlenítés bemenetelnél, kimenetelnél, illetve a testhőmérséklet mérése az megtörténik. Ehhez tartozik az a fejlesztésünk, hogy közeljövőben kapunk majd egy olyan, pontosabban megrendeltük és magunk szerezzük be, egy olyan rendszert, amely nem igényli, hogy egy másik ember legyen közel, és ezzel is gondot okozzunk, amikor megmérjük valakinek a testhőmérsékletét, hanem ez egy automatikus rendszer lesz. Tehát a bejáratnál egy olyan digitális gépet állítunk majd be, amihez mindenki saját maga oda megy, egy arcfelismerő rendszerrel fogja mérni mindenkinek a testhőmérsékletét, és jelzi egyfelől azt, hogyha valakinek láza van, hangos, tehát nem csak kiírva, hanem mindenki számára hallható módon, másfelől pedig úgy van beállítva a gép, és úgy lesz beállítva, hogy azt is fogja jelezni, hogyha nem jól viseli valaki a maszkot. Tehát azt gondolom, ez teljesen a 21. század. Természetesen a nagyobb rendezvényeknél, mivel nagy a légterünk, meg tudjuk tenni azt, hogy ezt a bizonyos 100 főt is túl tudjuk lépni. Ez azt jelenti, hogy ki van számolva négyzetméterre, hogy 350 ember körül fér el a templomban egy alkalommal a közönség, illetve a gyülekezet. A református templom tere nagysága elég ahhoz, hogy biztonságosan meg tudjanak jelenni a hívek az alkalmakon. Egy természetes, másrészt pedig egy mesterséges csökkenést is jelent. A természetes az a belső intuíció és belső intenció, amit tapasztalunk, hogy az emberek, főleg az idősebbek végig gondolják, hogy esetlegesen most érdemese egyáltalán kockáztatni. Tehát nagyon sok jó, kedves hívünk, jó, kedves testvérünk, barátunk hiányzik a templomból hetek óta, hónapok óta. Megértjük, elfogadjuk. Sőt, azt gondolom, hogy bölcs is. A másik, ami meg a mesterséges gyülekezeti létszám csökkenés, az annak a számlájára írható, hogy mi magunk például az általános iskolában egyrészt, meg a gimnáziumban is, egyrészt azokat a programokat, amiket heti szinten tartottunk, azokat megszüntettük. Például a reggeli áhítatokat, tanítási hétkezdő áhítatokat. Másfelől pedig az általános iskolásokat nem engedjük a templomba jönni. A mi iskolai rendszerünkben gyülekezeti alkalmakat kell látogatni fél évente egyszer egy osztályközösségnek. Ettől most eltekintünk. A középiskolásoknál azért nem, mert ők képesek betartani a szabályokat. Egy 6-7 évestől nem várjuk el, nem várható el, hogy ő értse ezeket a szabályokat. Ezért úgy döntöttünk, hogy ezt nem kockáztatjuk meg, hanem őket eleve ebből az időből, ebből az időszakból fölmentettük a templom látogatás kötelezettsége alól. Tehát ezért csökkent
Így többek között a nőszövetséget is magunk, ahol a többség azért az idősebb testvéreinkből áll, magunk kértük meg, hogyha lehet, akkor ne tartsanak alkalmakat, ne jöjjenek össze, mert nem vennénk a lelkünkre, hogyha valami történne velük.